Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok, tiszteletem! Jó estét! Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat stúdióban is, odahaza a képernyők előtt is. Matematika órával kezdünk, jó? Köszönöm szépen. Matematika óra lesz, mert elirigyeltem Feritől a matematika tudását, és én csak otthon számolgattam, hogyha megengedik, megosztom önökkel a végeredményeket. Ugyebár, már beszéltünk is róla, de ismétlés a tudás anyja, az ellenzékünk és az ő sajtója szerint, hát ugye a múlt héten a Kósa Lajos lopott el 1300 milliárd forintot egy csengeri szélhámos nő segítségével. Erre a hétre módosult az álláspont. Ezen a héten, hát nyilván maga az Orbán lopott el 1300 milliárd forintot egy FBI védő őrizetben lévő titokzatos ember segítségével, aki az 1300 milliárdot 250 ezrenként vitte ki az MKB bankból. Csak mondom, ezt Magyar Nemzet ezt írta. 250 ezrenként, hogy ne tűnjön fel, mert ugye csak annyit lehet úgy egyszerre fölvenni, hogy ne legyen gyanús. És ezekből gyémántot vett, azt kicsempészték, és most akarták visszacsempészni a Kósa féle csengeri szélhámosnőn keresztül, mert ott az egész egy fedősztori volt. Tudnak követni? Most itt tartunk. Na, emberek! Azon túl, hogy az 1300 milliárd forint az a magyar költségvetés 10%-a, majdnem, annyit azért nem könnyű ellopni. Ezért kellett ilyen bonyolultan csinálni. Én viszont számolgattam. Ugye 1300 milliárd forint az 4 milliárd euró. Ők is 4 milliárd euróról beszélnek, amit, mondom még egyszer, 250 ezer eurónként vesznek ki az MKB bankból, és váltják át gyémántra. Kiszámoltam. Ha 250 ezer eurónként vették ki a 4 milliárd eurót, az azt jelenti, hogy 16 ezer alkalommal kellett 250 ezer eurót kivenni a bankból. 16 ezerszer be kellett menni, meg kellett nyomni a pénzfelvét gombot, cédulát kihúzni, sorba állni, kivenni a pénztárból a lét. 16 ezer. Mert hogy a 4 milliárd osztva 250 ezerrel az ennyi. És akkor a 16 ezeret elosztottam 365-tel, mert jóindulatúan azt feltételeztem, hogy az Orbán kedvéért az MKB szombat-vasárnap is kinyitott. Tehát egész évben minden nap karácsony szenteste is kivettek 250 ezer forintot az egyszerűség kedvéért. 16 ezer osztva 365-tel, na az mennyi? 43,8. Vagyis 43 éve és 8 hónapja hordjuk ki a pénzt az MKB bankból, emberek. Ez konkrét szám, mindenki nyugodtan ellenőrizze a kis okostelefonján. Tehát még 55 éves vagyok, Orbán is ennyi, mindketten 63-ban születtünk. Ez azt jelenti, hogy 12 évesen, hát éppen a csattogós lepkét már nem tologattuk, akkor kezdtük lopni a pénzt az MKB bankból. Igaz, ugyanakkor még nem volt MKB bank, de ez minket nem zavart, egy pillanatig sem. Miképpen az sem zavart soha bennünket, hogy az MKB bankban az éves, az egész éves készpénzforgalom, az sose érte még el a 100 milliárd forintot. De mi azért titokban a hátsó ajtón kihortunk 4 milliárd eurót. Azért gondoltam, hogy ezt matekozzuk végig, mert édes véreim, tényleg nincsen semminek se határa. Szóval ezek a gazemberek tényleg mindenre képesek. És leírnak ilyen
kreténségeket, és az a szomorú, hogy nyilván van az országban egy réteg, aki ül otthon, és azt mondja, azt a, de kilopták ezt a 4 milliárdot, lát. Apjuk, hallottad? Milyen furfangosak voltak, 250 ezrenként vitték, hogy ne legyen feltűnő. Nem lehet mit csinálni. Maximum ezt lehet csinálni, ki kell őket röhögni, emberek. Jobb ötletem nincs. Arról nem is beszélve, hogy ugye 8 év alatt csináltunk 0 inflációt, 0 banki alapkamatot, 700 000 új munkahelyet, 700 000-et. Éppen most írták meg külföldön, hogy Magyarországon gyakorlatilag megvalósult a teljes foglalkoztatottság. Tehát 700 000 új munkahelyet, elzavartuk az IMF-et anyja keservébe, kifizettük a hitelt, csökken az államadósság, nemhogy nem deficites, hanem többletes a költségvetésünk. Visszavásároltuk a családi ezüstöt, úgyis, mint az energiaszolgáltató cégeket, vízműcégeket, a Rábas Steigert, hogy mondjak még egy ékkövet, de még a szeúzó kincseket is hazahoztuk. Csináltunk 35%-os bértömegnövekedést, ennyivel emelkedett a bér, 35%-kal, és ehhez képest loptuk el a költségvetés 10%-át. Emberek, ha mindezt megcsináltuk, és plusz el tudtuk lopni a költségvetés 10%-át 250 ezrenként az MKB bankból 43 év alatt, akkor mi akkora zsenik vagyunk, hogy tilos másra szavazni. Mert ilyen zseniket még a világ nem látott. Ezt jól jegyezzék meg. Na, ez volt a matekóra, és mivel matematikából a nagy-nagy mentorom maga Gyurcsány Ferenc, ezért vele folytatjuk, ugyanis Gyurcsány Ferenc álmodott egy Budapestet magának. Bécset tekintjük-e mintának, vagy Bécset tekintjük-e elrendhető példának, utolok a Lázár videóra, hogy Brüsszellel küzdünk-e, és megyünk szembe Európával, vagy Moszkvához igazodunk, és Azerbajdzsánhoz. Orbán vagy Európa, ez a tétje ennek a választásnak. Hát a jobboldali kormány van, ráadásul radikális jobboldali koalíciós partnerrel, ha éppen Bécset említette. De a baloldal megbukott. Nem én mentem ki Bécsbe, hanem Lázár János. A második ember a kormánynak azt mondani, hogy Bécs lakhatatlan város. Én meg azt látom, hogy a budapestiek vagy a békéscsabaiak boldogok lennének, hogyha bécsi körülmények lennének. Orbán vagy Európa? A merényletekkel együtt, hát utána több merénylet is volt. Bécsben éppen. Újra azt mondom, én imádnám, ha Budapest olyan lenne, mint Bécs. Hát mi is imádunk téged, Ferenc, és meg is értjük, hogy te imádnád, ha Bécs olyan lenne, Budapest olyan lenne, mint Bécs, és ha hatalomra kerülne, minképpen nem fog, nyilván mindent meg is tenne azért, hogy Budapest olyan legyen, mint Bécs. Ehhez pedig az első lépés az az, hogy Brüsszel parancsát teljesítve vele kell egyezni a kvóta szerinti migráns behozatalba. És akkor azonnal elkezdünk hasonlatossá válni Bécshez, de nem csak Bécshez, hanem Párizshoz, Londonhoz, Brüsszelhez. Mind azon nyugat-európai városokhoz, ahol jelen pillanatban az zajlik, ami zajlik. És hogy mi zajlik, láthatjuk is majd, mert nyilván a kollégáim mindjárt mögém teszik a obligát felvételeket. Csak tudják, az a nagy kérdés, hogy mindez meddig tűrhető el? Vajon a nyugat-európai társadalmak meddig tűrik azt el, hogy így kell élniük? Én, ha már Párizst látjuk, nekem Párizs kiskamaszkoromtól az egyik álmom volt és az egyik kedvencem. Valamiért ez így alakult. Imádtam a francia kultúrát, imádom most is. Számos kedvenc írom francia, Victor Hugo-tól Albert Camus-ig, ami egy elég nagy spektrum. Imádom a költészetüket, a szimbolistákat, imádom az építészetüket, és imádom Párizst, ahol számos alkalommal jártam. És amikor ücsörögtünk itthon a falnak a rossz oldalán, és oda vágytunk hozzájuk, és néha sikerült elmenni, aztán rendszerváltás után meg gyakrabban sikerült, én soha nem gondoltam, hogy
hogy az a szabadság, amiről mi álmodoztunk itt, az egyszer ezt fogja jelenteni. Ez volna a szabadság, emberek. Az volna a szabadság, hogy géppisztolyos katonák állnak minden utca sarkon. Az volna a szabadság, amit a barátaim mesélnek, akik Brüsszelbe mentek külszolgálatra, hogy a gyereküket beíratták ott egy helyi, nyilván valami diplomata iskola, ahova a diplomata gyerekek járnak, és úgy jár a gyerek reggel iskolába, hogy nem az iskola előtt, az utca két oldala páncélozott katonai járművel le van zárva, és minden szülőnek van egy ilyen igazolványa, hogy az ő gyereke oda jár, és úgy mehetnek be. Ez volna a szabadság? Erről ábrándozott vajon Nyugat-Európa népe, hogy majd így fognak az utcán járni? Hogy a Szent Péter térre nem lehet bemenni, csak úgy, hogy mindenkinek belenéznek még a hátsójába is? Tényleg erre vártunk? Meddig lehet ezt tűrni? És leginkább az a nagy kérdés, hogy miért tűrik? És ha már Párizsnál tartottunk, meg Nyugat-Európánál, meg a terrornál, akkor azért mindjárt megnézünk még egy bejátszót, mert az egy egészen különös ügy, és egészen különös kérdéseket vet fel. Ugye nyilván önök is hallottak róla minap, újra, mert ez nem egyedi eset sajnos, újra egy muszlim meggyilkolt egy, most éppen egy zsidó öregasszonyt, azért, mert zsidó. Méghozzá bestiális módon. Leszúrta, agyonverte, aztán rágyújtotta a lakását. Tiltakozás az van, nézzük is meg. Ugyebár látják, a párizsiak kivonultak, de a következő kérdést azért magunknak tegyük fel itt egymás között. Ami Európában zajlik 2015, azaz három éve, ez az elképesztő beözönlés, beáramlás Közel-Keletről, Fekete-Afrikából. És a beözönlők, a migránsok 95%-a muszlim. És a brüsszeli vezetők és a nyugati vezetők úgy döntöttek, hogy ha törik, ha szakad, lenyomják az európai nemzetek torkán, hogy ez nekik jó, hogy ezt nekünk szeretnünk kell, nekünk ezzel együtt kell élnünk, és a muszlimok amúgy is imádnivalóak. És ezt csak azért mondom, mert kérem szépen önöket, most egy pillanatra gondoljanak abba bele, ha 2015 előtt gyilkoltak volna meg Párizsban, vagy bárhol nyugaton egy zsidót azért, mert zsidó. Egy pillanatra gondoljanak bele, hogy akkor mi történt volna. Gondoljanak bele a felháborodás és a tiltakozás mértékébe, hogy a sajtó mit művelt volna, hogy Európában hogyan és miképpen tombol az antiszemitizmus, hogy a zsidóknak megint menekülniük kell. Szerintem vált-válnak vetve vonult volna végig Brüsszel vagy Párizs utcáin a teljes nyugat-európai politikai elit, mint a Charlie Hebdo esetében, ha még emlékeznek, akkor nem a néhány párizsi ment volna ki az utcára, hanem az ott lett volna Angela Merkeltől a búbánatig mindenki, hogy ők bizony nem engedik az antiszemitizmust és megvédik a zsidókat. Most valamilyen rejtélyes oknál fogva ez elmaradt. Megöltek egy zsidót, de és nem ő az első, ő a sokadik, és szakmányban halljuk a híreket, hogy például Párizsban zsidó kisgyerekeket vegzálnak a muszlim osztálytársaik, meg fenyegetnek, meg vernek meg, és meg fognak döbbenni, nem vonul ki a nyugat-európai politikai elit, hogy tiltakozzon. Nem ezzel vannak tele az újságok. Nem erről szólnak a vezércikkek. Hát nem érdekes? Emlékeznek azokra az időkre, amikor 10-15 évvel ezelőtt mondjuk Budapesten, ha egyáltalán igaz volt a hír, Budapesten valaki az utcán egy rabbinak azt mondta, hogy hülye zsidó. Hát még a New York Times is letérdelt a felháborodástól, hogy mi folyik Európában. Hogy úristen, itt megint mindjárt gázkamrába fogják hurcolni a zsidókat. Emlékeznek erre?
Most mindenki befogja a mocskos pofáját, és lapítanak. Hát persze, most más a meló. Most nem számítanak a zsidók. Most meg is lehet őket ölni. Most kussolni kell, mert most a muszlimokat kell szeretni. Hát nehogy már kiderüljön, hogy a muszlimok egyébként valóban nagyon-nagyon súlyos, hogy nem mondjam, életbevágó fenyegetést jelentenek az európai zsidóság számára. Hát nehogy már ezt kimondjuk, hát akkor hogy fogjuk őket integrálni, befogadni, szeretni? Annyira aljas, annyira undorító az egész. És ráadásul annyira átlátszó, annyira ordít belőle, most derül ki, hogy ezek a zsidókat, az antiszemitizmust, ezt is csak egy ótvaros politikai furkósbotnak használták. Soha nem érdekelte őket valójában, hogy mi van a zsidókkal. Semmi nem számít. Most, hogy tényleg bajba vannak, most, hogy tényleg fenyegetik őket, senki nem foglalkozik vele. Mikor 15 éve Budapesten valakinek azt mondták, hogy hülye zsidó, akkor meg majdnem bevonultak az ENSZ kék sisakosok. Na, hát ezt is jó, ha tudjuk, és jó meg is jegyezzük egy örök életre. És ilyenkor, mikor ezeket halljuk, meg ezeket a képsorokat látjuk, ilyenkor érdemes magunk elé idézni, hogy miközben Nyugat-Európában ez zajlik, eközben a magyar miniszterelnök a szerb miniszterelnökkel a magyar pénzből és magyar segítséggel felújított szabadkai zsinagógát adja át. A helyi zsidó közösség könnyes hálája közepette. Ha van hely ma Európában, ahol a zsidóknak sem kell félniük és rettegniük, azok mi vagyunk. Tudják? Közép- és Kelet-Európa. Itt. Ide lehet jönni nekik is, mert itt senki sem fogja őket fenyegetni. És azt se felejtsük el, ha már gondolják csak végig, hogy talán csütörtöki hír volt, az a svéd parlamenti képviselő, aki egyszer már felszólalt, így van, felszólalt a svéd parlamentben Magyarország védelmében, és a magyar miniszterelnököt dicsérte, ő éppen csütörtökön jelentette be, hogy a maga részéről Magyarországra fog áttelepülni. Pusztán csak úgy a saját biztonsága véget, meg azért, mert európai életet szeretne élni. Nagyon helyes. Jöjjön csak. Jöjjön ő is. Szerintem ideje lenne hivatalosan bejelentenünk, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk a Dél-Afrikai Köztársaságban élő fehér búr telepeseket, ugyanis ott most fordított apartheid van, emberek. Ott most a fehéreket napi szinten fenyegetik, gyilkolják le néger vadállati bandák. Betörnek a fehér telepesek, farmerek birtokaira, megkínozzák őket, meggyilkolják őket, az asszonyokat megerőszakolják. Erről is hallgat a világ, hát kit érdekel? Hát most csak fehéreket ölnek. Hát számított valaha a fehérek elleni atrocitás vagy apartheid? Ugyan kérem. Dél-Afrikában most ez zajlik. Mondjuk ki bátran, mi szeretettel várjuk őket. Ezek elképesztően nagy szaktudású, elképesztően szorgalmas mezőgazdasághoz nagyon-nagyon jól értő szakemberek. Jöjjenek, adjunk nekik földet, nálunk telepedjenek le és dolgozzanak itt. Nagy szeretettel várjuk Európából bárhonnan a zsidókat, ha úgy érzik, hogy az életük veszélybe van, itt békességben élhetnek velünk. Semmi atrocitás nem fogja őket érni. Mi egy típust nem engedünk ide be, az illegális, közel-keleti, távol-keleti, meg afrikai migránst. Az ne jöjjön. Köszönjük szépen. Ő maradjon szépen otthon, mindenkinek van hazája, ott lehet élni, ott lehet rendet teremteni. Talán ideje lenne, hogy Európa és a fejlett nyugati világ rádöbbenjen arra, hogyha ezt így fogja folytatni, akkor vége lesz, saját síreját ássa a nyugati civilizáció, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy adjunk marssal segélyt ezeknek a térségeknek. Teremtsünk emberhez méltó életet nekik. Segítsünk ebben, hogy otthon tudjanak maradni.
hogy otthon éljenek. Mert az ugye mégse tűnik perspektívának, hogy az egész világ egyszer csak átköltözik Európába. Mert nem fogunk elférni, emberek. Értik? És egészen elképesztő, ha egy kicsit visszakalandoznak az emlékeikbe, egy olyan 20-25 évvel ezelőtt. Azok a úgynevezett zöldek, akik ma ilyen zöld politikusként elájulnak attól, hogy migránsok milliói özönlenek Európában, és ez milyen nagyszerű, és elmondják, hogy ők fogják majd a nyugdíjakat megtermelni. Ezek a zöldek 20-25 évvel ezelőtt azon ajvékoltak, egyébként joggal, hogy annyira rosszak az európai népesedési helyzetek, magyarán Európa annyira túl van népesedve, hogy azt a programokat, olyan programokat próbáltak bevezetni, mint Kínában, hogy csak egy gyerek legyen, meg csak egy gyereket támogassanak, mert hogy Európa megtelt, mondták ők. Hogy nem lehet egy kontinensen ennyi embernek élni. Most ugyanezek azt mondják, hogy hát, ha már nem születik gyerek, akkor jöjjenek a milliók máshonnan. Fekete Afrikából, mert ők nyilván elférnek. Ezek, mi meg éljük a saját életünket, hogyha kérhetem. Annak van ugyanis értelme. No, eddig tartott az első rész. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Rövid szünet után pedig majd jövünk vissza. Vendégem pedig nem más lesz, mint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Köszönöm szépen. Folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Szerbusz, miniszterelnök úr. Szerbusz, jó estét. A nézők kedvéért, meg az illendőség véget azért, ugye 30-án beszélgetünk most, ráadásul ez a Fidesz alapításának 30. születésnapja. Ezt a tettet 37-ed magunkkal együtt követtük el, úgyhogy talán mindenki megbocsájt nekünk, hogy tegeződünk. Vicces lenne, ha most kezdenénk el magázódni. Igen, érdekesen néz neki. Fölmerült már a mai születésnapon is, beszélgettünk erről, hogy térjek rá vissza. Választ akkor se találtunk rá megnyugtatót, de hát ha most sikerül. Hogy létezik az, hogy mi vagyunk az a párt, mi vagyunk az a, ez a 37 ember, néhány lemorzsolódástól eltekintve, akik 30 éven keresztül meg tudtunk maradni, a politika élvonalában tudtunk maradni, nem ettük meg egymást, nem estünk egymást torkának, és nem, hogy Magyarországon nincs ilyen, nem, hogy Magyarországon mi vagyunk az egyetlenek, akik a rendszerváltás óta a politika első vonalába tudtunk maradni, de nem nagyon látok ilyet még Közép-Európában sem. Még a szolidaritásnak sem sikerült, pedig ők lehúztak 6 évet föld alatt. Rejtélyes dolgok a politikában is vannak. Egy dolgot biztosan tudunk mondani, hogy a fiatal nézőink erre mind nem emlékeznek, hogy amikor 1988-ban mi megalakultunk, akkor mi egy korhatáros szervezetként alakultunk meg. Ugye, aki 35 évnél idősebb volt, az nem léphetett be a Fideszbe, és miután bezártuk magunkat egy ilyen korhatáros kalickába, és ezt mások is megtették egyébként Közép-Európában az akkori szabadságküzdelmek során, nekik nem is sikerült az egész kalickát betolni a parlamentbe való bejutás küszöbe fölé, tehát nem tudtak parlamenti erővé válni, és a rendszerváltások román, lengyel,
vagy éppen csehszlovák, akkor még volt ilyen ország, rendszerváltás lendületével el is tűntek a közéletből. Mi azonban azzal, hogy parlamenti párt lettünk, belekerültünk a jövőbe is. És szerintem van egy olyan különlegesség, hogy akármilyen politikai kérdések is kerültek elő az elmúlt 30 évben, két dologból sosem engedtünk, ezt nevezhetjük a Fidesz két vezércsillagának is, a szabadságból és a nemzeti függetlenségből. És szerintem a nagy célok melletti kitartás az összetartja a közösségeket. Egyébként a magyar politika történetben szerintem nem példanélküli, hogy egy-egy nemzedék hosszú időn keresztül képes keretet adni és alakítani a magyar közéletet. Ugye minden kampány során elhangzik az a varázsmondat, hogy sorsdöntő választás előtt állunk. Aztán ez vagy jelent valamit, vagy nem jelent semmit. Hát akkor ez visszaköt bennünket az első kérdésre is, mert van még egy dolog, amit a kampányokban is lehet látni, hogy mi küzdöttünk az ellen, majd a nézők eldöntik meg a választók, hogy sikerrel-e vagy sem, hogy belemerevedjünk, belecsontosodjunk az állam nagy ügyeit intéző férfiak vagy hölgyek pozíciójába. Tehát a humor, az önirónia, az abszurd iránti érzék, az mindig megmarad bennünk, és azért a kampányaink is, még a felnőtt, most már ilyen nagyapai korban is, azért mindig hordoznak magukon, magukban valamit ebből a humorból és az öniróniából. Ezért a kampányokban ugyan sok taszító dolog van, de összességében a mi számunkra a kampány inkább egy nagyszerű alkalom és lehetőség. Részben, hogy a jókedvünket megőrizzük, részben, hogy a választópolgárokkal, ahogyan tettük egyébként 1988-tól mindig is, kapcsolatba tudjunk lépni, és ezek az élő kapcsolatok megakadályozzák, hogy hát, hogy ilyen nagyfejű, szürke, öltönyös pasasok vagy górék legyünk. Szóval, visszatérve erre a mondatra, hogy sorsdöntő választás előtt állunk. Ez egy kötelező kampánymondat, de talán most mégiscsak kimondhatjuk április 8-a előtt 10-1 néhány nappal, hogy most tényleg sorsdöntő választás előtt állunk, és hogyha elkezdjük fölfejteni, hogy miért, akkor talán kezdjük onnan, hogyha mi vagyunk az a politikai formáció, ami 30 éve permanensen a magyarországi és az európai, most már mondhatjuk, politika élvonalában tudott maradni, akkor talán most a sorsdöntő választás előtt meg kéne tudjuk mondani azt, hogy valójában kikkel, mikkel állunk szemben. A sorsdöntő szó valóban egy ilyen súlyos kifejezés, ami szinte ide az asztalra lepréseli az embert. De van ebben igazság, ha a szót boncolgatjuk egy kicsit, akkor ugye a sorsdöntő az, amikor eldől az embernek a jövője. Most Magyarországon szerintem utoljára 1990-ben volt sorsdöntő választás. Utána olyan választások voltak, aminek eredményeképpen, hogyha ügyefogyottabb kormányok is alakultak, a rákövetkező kormányoknak maradt esélyük, hogy az elődeik hibáit kijavítsák. Tehát mondjuk volt Bokros csomag 1994 és 98 között. 98-ban megnyertük a választást, és kijavítottuk a Bokros csomag okozta károkat, illetve begyógyítottuk a sebeket. A Gyurcsányék eladósították az országot, tönkretették, pénzügyi csőd szélére vitték 2010-re, de 2010-ben nekiálltunk, és az országot mégiscsak sikerült hát gatyába rázni, saját lábára állítani. Szóval úgy nézünk ki, mint egy saját lában álló, tisztességes, becsületes ország. Tehát eddig olyan választásaink voltak, ahol hozhatott a magyar nép ilyen vagy olyan döntést, akárhogyan is bízhattunk abban, hogy majd legfeljebb 4 év múlva kijavítjuk. Most azonban olyan kérdés áll a választás középpontjában, amit ha elhibázunk, nem tudjuk kijavítani. Pótvizsga nincs, javítási lehetőség sincs, mert most a bevándorlás áll a választás középpontjában. És hogyha az ország elmozdul, akár csak egyetlen lépést is tesz abba az irányba, hogy a nyugat-európai államokhoz hasonlóan bevándorló országgá alakítja saját magát, onnan többet nem tud visszajönni. Tehát ha a kevert népességű Magyarország jön létre, utána nem tudjuk őket külön válogatni, és akik most beözönlenek majd egy betelepítési politika eredményeképpen, és átszakítják a gátat, azokat nem fogjuk tudni kivinni Magyarországról. Sokan reménykedtek korábban abban, hogy hát azt láttuk 2015-ben is, hogy bejöttek, ez nem volt jó, de az ország másik részén pedig kimentek. De ennek vége van,
mert az osztrákok is, meg a németek is visszaállították a határellenőrzést. Aki hozzánk bejön, az innen nem tud tovább menni. Tehát a jövőnk valóban eldől ezen a választáson, megmaradunk-e Magyarországnak, olyan országnak, amit mi ismerünk, szeretünk, ahol otthon érezzük magunkat, vagy ide fognak jönni mások, egy kevert népességű ország jön létre, különböző kultúrákkal, párhuzamos társadalmakkal, és annak minden következményével. Amit egyébként Nyugat-Európában láthatunk, nagyon ritkán mondhatjuk azt, amit most mondhatunk, hogy tanuljunk mások hibájából. Azokat a hibákat, amit a nálunk egyébként gazdagabb és fejlettebb nyugat-európai országok elkövettek, azokat a hibákat mi ne kövessük el. Óriási lehetőség, hogy mások hibájából tanulhatunk. Az ellenzék folyamatosan azt mondja ehhez képest, hogy ez a kérdés nem kérdés, ez a kérdés áll probléma, ez azért van, hogy elfedje a kormány a valódi kérdéseket, a figyelmet azokról elterelje, és valójában ők beszélnek a valódi kérdésekről. Jó, de hát továbbá, ez... hogy a kormány egy boszorkány üldözést folytat, mondjuk Soros György ellen, és ennek semmi értelme. Jó, de ez egy szamárság, hiszen ha visszamegyünk a bevándorlási válság kezdetére, amikor a jelenség Európában látványosan felütötte a fejét, ők akkor is azt mondták, hogy ilyen veszély nincsen. Bevándorlási veszély nincs, migránsok nincsenek. Már amikor a keleti pályaudvarnál láttuk, hogy mit jelent mindez, még akkor is azt hajtogatták, hogy ez valójában csak egy átmeneti jelenség, aztán azt hajtogatták, hogy nincs összefüggés a migránsok és a terrorveszély között, nincs összefüggés a migránsok és a közbiztonság romlása között, aztán azt bizonygatták, hogy nem is igaz, hogy a migránsok miatt kerültek veszélybe számos nyugat-európai országban az asszonyok meg a nők. Tehát szerintük a helyzet romlása és a helyzet megváltozását előidéző néptömegek között nincs összefüggés, mind a mai napig tulajdonképpen ezt mondják. Ők részei egy olyan hálózatnak, amely azon dolgozik, hogy cenzúrázza a migrációról és a bevándorlásról szóló híreket. Sosem gondoltam volna, visszautalva a 30 évvel ezelőtti Fidesz megalakulásra, hogy eljön az a pillanat, amikor azt kell mondanunk innen Budapestről, hogy de emberek, Nyugat-Európában cenzúra van. A migrációra és bevándorlásra vonatkozó híreket rendszeresen kihagyják, meghamisítják, megváltoztatják. Még a szociális médiában, tehát a hivatalosság alatti szinten működő internetes felületeken is folyamatosan letiltják a reklámokat, kicenzúrázzák a híreket, és a magyarországi ellenzéki pártok ennek a nyugat-európai akciónak részei. Soros György nem kitaláció, hát te személyesen is közreműködtél abban, ha jól hallottam, meg láttam, írtál is róla, hogy hogyan leplezte le ez a hálózat saját magát. Hallottuk, hogy ők maguk mondják el saját hangjukon, hogy dolgoznak a magyar kormány ellen, meg akarják buktatni. Ők mondták be, hogy legalább 2000-re fizetett embere dolgozik Soros Györgynek a magyar kormány megbuktatásán. Tehát olyan, hogy nem hiszem, hogy föl kéne háborodniuk, amikor ők saját maguk leplezték le saját magukat. Úgy fogalmaztál, hogy már amikor 3 évvel ezelőtt nyilvánvaló volt, hogy mit is jelent a migrációs nyomás, az ellenzék még mindig arról beszélt, hogy ez egy nem létező áll probléma. Én tágítanám a 3 évet, ugyanis mindkettőnk egyik kedvenc könyve, a nemrégiben megjelent ugye Douglas Murray-nek az Európa furcsa halála, és tényleg mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvass el, intellektuális csemegének sem utolsó. Olvasni jó dolog, jó könyve. Pláne jó dolog. És ugye csak hogyha a könyv első részeit nézzük, itt feketén-fehéren le van írva, ami engem talán a legjobban megdöbbentett, hogy ez a dolog gyakorlatilag az 50-es évek óta folyik Nyugat-Európában. Ez nem 15-ben kezdődött, nem 2015-ben, hanem 4 évtizeddel ezelőtt kezdődött, vagy 5 évtizeddel ezelőtt. És ráadásul az is megdöbbentő, hogy ha akadtak politikusok nyugaton, már a 60-as években, akik fölemelték a szavukat ez ellen, már akkor ugyanaz volt a reakció. Fasiszta, kirekesztő, náci, stb. A bélyegek semmit nem változtak. Egy 4-5 évtizedes folyamat zajlik Nyugat-Európában, és Nyugat-Európa népei ezt még mindig gyakorlatilag mindenféle ellenállás nélkül
tűrik? Ez hogy fordulhat? Néha próbálkoznak azért, tehát a nép néha felüti a fejét, és elmondja a véleményét, de valahogy egész a legutóbbi látványos nagy rohamokig, ez egy olyan lassú folyamat volt, lassú vízpartot most, amit nem nagyon tudtak megragadni azok a politikusok, akik egyébként meg akarták védeni a francia, a német vagy az olasz nemzeti kultúrát, a keresztény Európát, a nemzeti identitást. Illetve olyan erőkkel találták magukat szembe, akik le tudták őket győzni. De most érdemes gondolkodni, hogy mégis kikkel állunk szembe. Anélkül, hogy a műsor keretét a történetfilozófia irányába széttépnénk, szétfeszegetnénk. Az első dolog, amit azért ki kell mondanunk nyíltan, hát a baloldal nemzetközi karakterében. Tehát a baloldal nemzetközi. Ezért folyamatosan támad minden olyan témát és ügyet, amely alkalmas arra, hogy a nemzeti identitást megerősítse. Például a bevándorlással szembeni föllépésnél mégiscsak föl kell tenni azt a kérdést, hogy miért nem akarjuk, hogy ide bevándorlók jöjjenek. Hát azért nem akarjuk, mert nekünk van egy saját életünk, amit mondjuk Magyarországon mi magyarok alakítottunk ki, Németországban meg a németek, van egy kultúránk, amit mi magunk építettünk föl, ebben a nemzeti identitás, önazonosság, hogy azok vagyunk, akik vagyunk, rendkívül fontos szerepet játszik. A baloldal ezt nem egy pozitív dolognak tekinti, ezt mindig is negatív dolognak tekintette, és olyan nemzeteket meghaladó nemzetköziségben hit. Mi konzervatívok vagy kereszténydemokraták, mi abban hiszünk, hogy vannak nemzetek, akiknek együtt kell működniük a béke és a biztonság érdekében. De az együttműködésnek nem az a cél, hogy eltűnjenek a nemzeti karakterjeink és a nemzeti karakterünk és a nemzeti érdekünk. Mi nemzetközi együttműködésnek vagyunk a hívéik. A baloldal az nemzetközi, és minden, ami a nemzetet erősíti, az támadja, ami a nemzetet gyengíti, az vagy bevallva, vagy bevallatlanul, de támogatja. Ez van szerintem a dolgok mélyén. És aztán van egy számítás is, nem akarok megvádolni senkit, de én ismerek olyan nyugat-európai baloldali pártokat, akik azzal kalkulálnak, hogy az általuk ide behozott, beengedett, beszállított bevándorlók előbb-utóbb állampolgárságot fognak kapni, és sosem fognak szavazni mondjuk a kereszténydemokrata pártokra, hiszen ők nem keresztény kultúrából érkeznek, sosem fognak szavazni erős nemzeti identitást védelmező pártokra, hiszen ők nem tartoznak ehhez a nemzeti közösséghez, vagy legalábbis egyelőre még nem tartoznak oda, tehát baloldali szavazók lesznek belőlük. Nagyon sok baloldali rövidtávú kalkulációk okán szerintem feláldozza a saját nemzete hosszú távú érdekeit. Ezt nem kéne megengedni Magyarországon. Ezért mondom én, hogy a mostani választáson is két lehetőségünk van. Vannak a mi jelöltjeink, akik azt akarják, hogy Magyarország Magyarország maradjon, nemzeti keresztény kultúrát szeretnénk fönntartani, jelentsen ez akármit, ennek a tartalmáról lehet értelmes vitákat folytatni, de hogy ezt akarjuk, az bizonyos, és vannak Soros György jelöltjei a másik oldalon, akik túl akarnak ezen lépni, a keresztény és a nemzeti hagyományokat maguk mögött akarják hagyni, mint egy puttonyt le akarják tenni, és fel akarják oldani Magyarországot egy nagy nemzetköziségbe, és ehhez egyébként a bevándorlás kiváló eszköz. Ezért én biztos vagyok abban, hogy ha tehetnék, lebontanák a kerítést, és beengednék a bevándorlókat, és sajnos azt kell mondanom, hogy a Jobbik is megkötötte a maga paktumát, van a Gyurcsány paktum szerintem létezik, abban a pillanatban, amikor a Jobbik nem szavazta meg a bevándorlás megállítása érdekében szükséges, a migránsokkal szembeni föllépéshez elengedhetetlen alkotmánymódosítást, akkor bekerült ebbe az akolba, amit ma Soros György tart egybe és finanszíroz. Hogyha egy pillanatra hazaugrunk a belpolitikába és ennek is a választási kampány mocsárszerű, televényes világába. Ugye első blikre mi itt ezen az oldalon, ez a politikai közösség azt látja, hogy van egy meglehetősen szétszabdalt baloldali liberális ellenzék, kiegészülve egykor nemzeti radikálisként induló, ma már szerintem semmilyen identitással nem rendelkező Jobbikkal, és így első ránézésre az egész arról szól, hogy ők most hónapok óta ilyen matematika példákat oldanak meg, hogy kinek, kivel és hol kell összefogni ahhoz, hogy legyen esélyük az egy meccset játszó Fidesz-KDNP pártszövetséggel szemben. De én néha azért elkezdek aggódni, hogy valójában nem ennyire gyenge ez az ellenfél, hanem mi mással is szembe kell nézzük. Hát a helyzet úgy fest, hogy ha az ember első blikre vagy látásra, pillantásra akar ítélni, akkor valóban lát jó néhány zavaros fejű embert. Második pillantásra lát ilyen esetlen alakokat.
És tényleg ráadásul az egész kampányból nem tudjuk, azon kívül utálnak, engem személy szerint utálják, azt hiszem a keresztény nemzeti koncepción és pilléreken nyugvó Magyarországot, velem együtt téged ismerte is a Fidesz alapítója volt, az, hogy utálják mindazt, ami a keresztény nemzeti magyar hagyományokhoz kötődik, ezen túlmenően csak arról tudnak beszélni, hogy egymással hogyan, mikor, miért fognak össze, vagy miért nem fognak össze. Ebből van egy ilyen esetlen benyomása az embernek. Kicsit olyan ügyefogyottaknak néznek ki. De az igazság az, hogy nem szabad, hogy ez megtévesszen bennünket. Mert nagyon erős hatalmak, komoly erők állnak a hátuk mögött. Nem őket kell személy szerint komolyan venni, hanem azokat az erőket kell véresen komolyan venni, akik mögöttük állnak, finanszírozzák és tolják őket előre, ha engedjük, akkor egészen be a parlamenti patkóba és utána pedig kormányzati pozícióba. Ez az erő, ami mögöttük van, ami igazán veszélyes a számunkra. Tehát nehéz néha döntést hozni, hogy sírjunk vagy nevessünk, azt gondolom, hogy semmiképpen ne nevessünk, és annak érdekében, hogy ne kelljen sírnunk, legyünk késznél és legyünk ott a választáskor, hogy megakadályozzuk, hogy ezeket az embereket a mögöttük lévő háttérerők betolják döntési pozícióba. Miniszterelnök úr, akkor a végére egy roppant egyszerű kérdés. Egy hét van hátra. Mi a teendő? Mit tudunk még tenni, miben tudunk segíteni? Hát szerintem a helyzet valóban egyszerű, ami leegyszerűsödött. Aki egy kicsit is követte a választási kampány eseményeit, most már tisztán láthat. Egyik oldalon vannak a mi jelöltjeink, egyenesen beszélünk világosan, érthetően nekünk Magyarország az első. Másik oldalon pedig vannak Soros Györgynek a jelöltjei, akik különböző pártok színeibe indulnak, akiket most nem akarok megbántani, de annyit biztosan mondhatok, hogy nekik nem Magyarország az első, hanem valami más. És e közül kell választanunk, e közül választhatunk. Én csak azt tudom mondani mindenkinek, akinek Magyarország az első, hogy semmiképpen ne maradjon otthon. Talán emlékszel rá, még az első választáson 1990-ben létezett egy plakát, talán éppen a mi plakátunk volt, ahova az volt kiírva, hogy a kommunisták mind szavaznak, legyünk ott mi is. Most azt tudom mondani, hogy a sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is. És hogy kedvet is csináljunk ehhez, Székesfehérváron pénteken délután tartjuk az országos kampányzárónkat, ami egy magyar kampányzáró, vagyis nem lezárja a kampányt, hanem megnyitja annak utolsó szakaszát. A régi bölcsesség szerint ismered te is, az amerikai nem köszön, de elmegy, a magyar elköszön, de marad. Mi is úgy zárjuk be a kampányt, hogy arra hívjuk fel az embereket, hogy még kampányoljanak a hátralévő két napban, és hozzanak el mindenkit, maguk is menjenek el, és hozzák el minden ismerősüket, akiknek fontos Magyarország jövője. És utána a Jóisten kezében vagyunk mindannyian. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő vasárnap nem lesz Bayer Show, mivel hogy választási műsort közvetítünk, de azután a szokott időben szeretettel várom önöket. Viszontlátásra!